Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Régió Plusz Televízió térségi, közéleti magazinjának 66. adását látják. Ízelítő mai programunkból. Kinka Attila aszódi mentőállomás vezetővel beszélgettünk azokról a megelőzésekről, illetve teendőkről, amit esetleges baleset esetén vagy más veszélyhelyzetben tennünk kell, vagy tehetünk. Festményekből, ékszerekből és fagyökerekből alkotta művekből nyílt kiállítás december elején Erdőkertesen. Lassan végéhez ér a kormány tagjainak országjáró körútja. Gödöllőn Kövér László házelnök és Vécsei László országgyűlési képviselő tartott egyeztető beszélgetést. Beköszöntött a hideg idő. Ilyenkor jobban oda kell figyelni a biztonságos közlekedésre, a fűtésrendszer megfelelő működésére. Kinka Attilát, az aszódi mentőállomás vezetőjét arról kérdeztük, hogy mi a teendőnk téli időszakban. Ugye a hideg idővel beálltak a csúszós útviszonyok, teljesen megváltozik az embereknek a hőérzete. Hogyha valaki autóval elindul ilyenkor bárhová, főleg hogyha messzebb útra megy, feltétlenül legyen az autójában olyan eszköz, amivel ha esetleg valami miatt lerobban a gépkocsuk, gondolok takaróra, egy termoszba meleg teára, amit ilyenkor nagyon hasznos tud lenni, meg elkerülhetetlen a hólapát. Ezeket mindenféleképpen vigyünk magunkkal, és azon kívül azért az első segélydoboz az mindenféleképpen legyen jelen az autóban, hogyha bármi történik. Halmozottan jobban oda kell figyelni erre a csúszások miatt. Ezekkel rendelkezzen minden gépkocsi vezető, ki útra indul a téli útviszonyokban. Hogyha találkozunk egy balesettel vagy árokba csúszással, akkor mi az, amit mi is meg tudunk tenni? Mi az, amivel mi is foglalkozhatunk, és mi az, amihez már inkább ne nyúljunk? Hát ugye a legelső dolog az, hogy győződjünk meg magáról, hogy egyáltalán van-e sérült a kocsiba, ugye mert nagyon sokszor látunk csúnya balesetnek kinéző történetet, ahol végül is nincs sérült, mert azért hozzá kell tenni, hogy az emberek hozzászoknak a csúszós útviszonyokhoz, viszonylag azért mindenki visszaveszi a tempót, lassabban megy, keletkezik nagy anyagi kár, és személyi sérüléssel nem jár a baleset. Tehát menjünk oda, nézzük meg, számoljuk meg, hogy hanyan vannak, akik panaszkodnak, nagyjából milyen jellegű a sérülés, van-e beszorult sérült az autóba, akit valószínűleg, hogy nyitunk ajtót, nem fogunk tőle tudni kérdezni semmit, nem nyitja az ajtót, nem beszélő, valószínűleg eszméletlen. Mikor mindezekkel megvagyunk, az első dolgunk legyen az, hogy beszólunk a 104-en, hogy próbáljanak intézkedni, ők majd fogják értesíteni a tűzoltókat, hogyha meghallják, hogy milyen jellegű a bejelentés, tehát hogyha már beszorult, sérült van, akkor nagy valószínűséggel oda a tűzoltóknak a segítsége is fog kelleni. Utána, miután ez megtörtént, hogy megkértük a segítséget, biztosítsuk ki a helyszínt, tegyük ki az elakadási jelzőket, hogy lássák, hogy közben, hogyha ne adj Isten köd van, vagy jönnek az autók, a bámészkodók, először tűnjön föl nekik, hogy itt valami történt, ők is vegyenek vissza a sebességből, nehogy az legyen, hogy mi ott segíteni próbálunk, és közben minket is eltalál egy másik autó, és akkor még nagyobb baj fog bekövetkezni. Utána nézegessük meg sorba-sorba a sérülteket, hogy ki az, aki igazán nagy segítségre szorul. Na itt ugye azt szokták mondani a szakmában az emberek, hogy aki nagyon-nagyon kiabál, nagyon-nagyon jajveszékel, az a valószínűleg olyan nagyon nagy probléma nincs. Aki csendben van, és csak néz maga elé, és bágyat, az valószínűleg már sokkos állapotban van, őnála kell megnézni, hogy mi az igazi nagy probléma. Amiben tudunk segíteni téli időszakban az, hogy próbáljuk melegen tartani a sérültet, mert ilyenkor ugye halmozottan előjön a kihűlésnek a veszélye. Egy sérült embernél, akinek egyébként is már rosszabb a keringése, annak ugye erre sokkal jobban oda kell figyelni. És erre való ugye ez a pokróc, amit beszéltünk, nyilván másoktól kérünk kabátot, stb. Ha van, próbáljuk itatni meleg teával, vagy valami meleg folyadékkal, hogyha van, ha lehet itatni, és hogyha eszméleténél van természetesen a beteg. Egy dolognak kell nagyon odafigyelni, az összes sérüléssel kapcsolatban, a gerincsérülés, amire felhívnám a figyelmet, hogyha a beteg arra panaszkodik, hogy nem bírja mozgatni a lábát, illetve zsibbad, érzékkiesés van a lábainál, akkor ha egy mód van rá, azt saját magunk egyedül, egyes-egy magunk ne próbáljuk kiszedni az autóból, próbáljuk abba a pozitúrába hagyni, hogy ő neki a legmegfelelőbb, mert hogyha beavatkozunk, akkor esetleg ezzel még további károsodást okozhatunk a sérültnek. Az összes többivel kapcsolatban, ha mondjuk csak azt mondja, hogy ő neki a bokáját ütötte meg egy kicsit, vagy egy kicsit beütötte a fejét és vérzik, akkor tegyük át, ültessük át egy olyan autóba, ami fűthető, amit fűteni tudunk. Tehát ne hagyjuk semmiféleképpen olyan helyen, ahol kihűl utána
Többször elhangzott a kihűlés, és hát nem csak balesetkor hűlhetnek ki az emberek, hanem saját lakásukban is, illetve hát most elég csúszósak a járdák is, bár takarítják őket, de ugye jobban oda kell figyelnünk az idősebbekre is, és hát nem, ne legyünk ugye előítéletesek, és álljunk meg, hogyha esetleg egy ember fekszik a földön. Így van, természetesen. Nem feltétlenül hajléktalan, illetve hogyha hajléktalan is az, aki a földön fekszik, mindenféleképpen menjünk oda, szólítsuk meg, megkérdezzük tőle, hogy mi az az ok, ami miatt nem tud felállni. Hogyha ez az ember nem válaszol, akkor valószínűleg, hogy eszméletlen, illetve elképzelhető, hogy olyan mértékben ittas, hogy azért nem tud válaszolni. Most tehát teljesen mindegy, a különbség nincs közötte, mindenféleképpen őt is melegen kell tartani. Amennyiben van lehetőségünk, akkor a közeli segítségbe egy házba be kell őt addig is valahogy vinni, ameddig nem kapunk a mentőktől segítséget. Tehát a legelső az legyen, hogy a 104-en segítséget kérünk, ott is a pontos helyszínnek a megadása, és az, hogy egy földön fekvő ember találunk, akin esetleg, hogyha látunk sérülést, azt is el kell mondani, de hogyha azért megtapintjuk az arcát, vagy a kezét megfogjuk, akkor érezzük, hogy valószínűleg, hogy ő nem 10-15 perce van itt kint a hideg fagyon, hanem már valószínűleg régóta fekszik itt kint. Ha már odáig eljutottunk, hogy bekerül egy meleg helyiségre, mindenféleképpen egy kihűlt betegnél elővigyázatosnak kell lenni a fokozatosság elvével. Tehát nem szabad nagyon gyorsan megpróbálni a melegítést a betegnek, mert ezzel bizony egy keringés összeomlást tudunk okozni. Még akár azzal is, ha csak a végtagjait elkezdjük dörzsölni. Ugyanis a kihűlt embernek a maghőmérséklete, ami igazán lényeges. A maghőmérséklet azt jelenti, ami a belső, nagyobb belső szerveket, a létfontosságú szerveket takarja. Ebbe szerepel az agy is, a genitáliák, tehát a nemi szervek, ugyanakkor bármely a tüdő, a szív, bármelyik belső szerv. Hogyha ezek a szervek 35 alá hűlnek le, akkor ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy itt már a kihűlés megkezdődött. Amikor 30 fokos lesz már a testhőmérséklet, a maghőmérséklet, akkor ott már keringés összeomlás veszélyeztet, ami egy kamra remegés, kamra fibrilláció formájában jelenik meg, és egy szívhalál fogja okozni a betegnek a halálát, ami sajnos elég gyakori, hajléktalanoknál legfőképpen. És 28 fok az, amikor már végképp nem tudunk segíteni, 28 fokos maghőmérsékletnél, már nem tudunk ilyen melegítésekkel megérni. De még egyszer felhívom a figyelmet a fokozatosságra, tehát ne tegyük rögtön kályha mellé, ne tegyük bele forró vízbe, ha kádba is tesszük a beteget, akkor is fokozatosan először csak hidege vizet, és akkor percenként mindig egy picikét melegíteni a vizet. Egyébként ennek könnyen föl lehet ismerni a jeleit, először csak libabőrös lesz a beteg, rázza a hideg, vacog, nagyon hideg tapintású a bőre, a következőben már zavartá vál, letargikussá válik, ez a következő fokozata, és ezt követi már az, amikor már veszélyeztet a szívhalál, tehát a kamrai fibrilláció. Ilyenkor a fűtési szezonban ugye bekapcsoljuk a kályhákat, és gyakran előfordul a szénmonoxid mérgezés. Ha ezt észleljük, vagy ezt megelőzendően mit tehetünk? Hát ezt észlelni az a baj a szénmonoxid mérgezéssel, hogy nagyon nehéz észlelni. Ennek viszont vannak figyelemfelkeltő jelei. Tehát hogyha olyan fűtőeszközök vannak a lakásban, gondolok cirkóra, sparhel, cserépkályha, egy rosszul üzemeltetett kémény, és akkor olyan érzéseket, olyan tüneteket tapasztalunk magunkon, vagy a családtagjainkon, vagy bárkin, szédülés, hányinger, fejfájás, ingerlékenység, akkor ezek már figyelemfelkeltő jelek. Az a baj a legtöbb esetben, hogy ezeket el szokták bagatelizálni, és valamilyen vírusfertőzésnek tudják be ezt a dolgot. De amennyiben még egyszer hangsúlyozom, hogyha ilyen fűtőeszközök vannak a lakásban, akkor azért gondoljunk erre mindenféleképpen. Mert utána a következő lépésben már jönnek az izomgörcsök, és itt pedig az a probléma, hogy a vérben lévő hemoglobin, ami szállítja az oxigént, ez a szénmonoxid, ez jóval könnyebben kötődik, legalább háromszor olyan könnyen kötődik a hemoglobin, mint az oxigén. Ezáltal a szervezetnek nem lesz megfelelő a szövetekhez való, illetve az egyéb szervekhez való oxigénellátása, és ez okozza végül is a fulladásos halált, ami előtte megelőzi egy teljes izomellazulást, tehát a rekeszizmok is minden ellazul, ami a légzést segítené. Itt mindenféleképpen az előző esetben is, a kihűlésnél is, meg a szénmonoxid mérgezésnél is nagyon lényeges szempont a prevenció, tehát a megelőzés. Tehát, hogyha azok a fűtőeszközök rendesen karban vannak tartva, akkor ez nem fog bekövetkezni. De ha már bekövetkezett,
sejtésünk van arról, hogy esetleg ez a kályha okozhatta a mérgezést, és láttunk ott egy földön fekvő embert, akkor természetesen arra kell gondoljunk, hogy ha mi oda bemegyünk, akkor nekünk is problémánk adódhat ebből. Tehát, hogyha ezt az eszméletlen embert próbáljuk onnan kihozni, akkor mindenféleképpen az legyen az első, hogy veszünk egy nagy levegőt, és egy levegőre. Ha egy levegőre nem sikerül, akkor kimegyünk a tiszta levegőre, veszünk még egy nagy levegőt, és próbáljuk kihúzni, különben ugyanúgy járunk, mint ő. Mert tulajdonképpen egy helyiségben az 1%-os szénmonoxid telítettség is elegendő ahhoz, hogy akár halálhoz is vezethessen. De ez az a fajta mérgezés, ez nem annyira veszélyes, mint a széndioxid mérgezés, ami a borospincékbe szokott kialakulni. Itt azért vannak ráutaló jelek. Tehát, hogyha megfelelően körültekintőek vagyunk, akkor az igazán nagy bajt meg lehet előzni. Könnyű esetben elegendő annyi, hogyha friss levegőre visszük, akkor nagyon gyorsan legalább 50%-a a szénmonoxidnak kiürül a szervezetből. Hogyha nem, de ebben az esetben is mindenféleképpen hívjunk mentőt, mert szükség lesz kórházi megfigyelésre. Ugye a legtöbb autó már van azért olyan eszköz, amivel vérgáz szintet mérhetünk, de a kórházi ellátás, a megfigyelés, egy néhány órás, néhány napos megfigyelés mindenféleképpen az egészség megóvására feltétlenül szükséges, hogy bekerüljön és szakorvos lássa el a beteget. Hogyha esetleg járunk, kelünk az utakon, és észreveszünk mondjuk egy nénit, aki elesett, és láthatóan eltört a lába, akkor mit tegyünk? Igen, hát a nénik azok leggyakrabban inkább odahaza szoktak elesni, amikor főleg így faluhelyen, amikor kora reggel észreveszik, hogy a baromfinál be van fagyva az itatótál, és viszik a melegvizet, hát ott el szoktak általában csúszni, és törik a bokájuk, vagy egyéb más testtájékuknál szenvednek sérülést. Hát itt, amit tehetünk egy bokasérülésnél, és mindenféleképpen megint a kihűlésre hívnám fel a figyelmet, hogy minél hamarabb vigyük be a házba. Itt faluhelyen nagyon könnyen találunk szomszédot, segítő embert, aki segít bevinni. Ide elegendő akár egy karosszék is, amire ráültetjük a nénit, hogyha mondjuk a bokája van eltörve, és bevisszük meleghez. Egy kicsit fájni fog valószínűleg neki, de legalább nem fog megfagyni, nem fog kint a hűvösen megfagyni. Vannak, amik már följebb történnek, törések, medencetörés, gerinctörés. Ezekre már halmozottan oda kell figyelni, amit említettem is, hogy egy gerinctörött nem szakembernek nem kifejezetten célszerű mozgatni. De ha már mindenféleképpen mondjuk egy csípősérültet, a leggyakoribb a comnyaktörés az időseknél, általában mi ezt tapasztaljuk, a boka, a comnyak, stb. Gerincsérülés azért ritkább, ha csak valaki úgy véletlenül lecsúszik a fenekével a jegesföldre, akkor akár, hogyha nem bír fölülni egy karosszékre, azt is megtehetjük, hogy leakasztunk egy ajtót valahonnan, és akkor többek segítségével kicsit oldalra fordítjuk a nénit, alácsújtottuk az ajtót, és akkor bevisszük abba a pozitúrába, ahogyan neki a legkényelmesebb, hogy a legkevesebb fájdalmat jelzi, így bevisszük meleg helyre, és ott várjuk a mentőknek a segítségét. És a másik meg, hogy a néniknek meg tudom javasolni, hogy ilyenkor, hogyha jeges az út, ónos eső esik, vagy egyéb, akkor húzzanak fel a cipőkre egy zoknit. Elég murisan néz ki, de viszont nagyon hasznos, nagyon célszerű. Az ünnepek közelettével előfordulnak égési sérülések, lehet ez konyhai baleset, de lehet tűzijáték, petárda okozta sérülés is. A legfőbb dolog ugye ilyenkor, ami szokott lenni a petárdázás, főleg a fiataloknál, hát ez általában sajnos igen csúnya roncsolt sebekkel szokott járni, nem pusztán égéssel. Hát ez mindenféleképpen szintén mentő, vagy hogyha van rá lehetőség, beültetjük a kocsiba, gyorsan bekötjük az első segélydobozunkból valamivel, és a legközelebbi kórházba elvisszük. A másik pedig az égés, gyakran kigyullad a karácsonyfa, vagy egyéb dolog miatt megégeti magát az ember. Hát égésnél ugye köztudott, hogy a legegyszerűbb és a legjobb forma a vízzel, a hideg vízzel való hűtés. Tehát mindaddig, amíg a mentő meg nem érkezik, tehát olyannak látjuk a sérülésnek a formáját, hogy ez bizony nem elegendő, ha csak otthon hűtögetjük vízzel, hanem ezt meg kell nézni egy égési osztályon, vagy pedig egy sima traumatológiai osztályon egy szakembernek, akkor addig, amíg a mentő meg nem érkezik, és kellő fájdalomcsillapítóval, illetve van speciális égési kötszer a mentőautókon, addig nem érkezik meg, addig semmi más nem kell tenni, csak hűteni az égett felületet. Ezzel tudunk a legtöbbet, ez a legjobb fájdalomcsillapító egyben is, úgyhogy ezt tudom ajánlani mindenkinek, akik ne adj Isten égési sérülést szenvedett. Tehát ami a legfontosabb, figyeljünk oda embertársainkra, és legyünk tisztában azzal, hogy bár a KRESZ 2012-es változása alapján a rendőrség nem büntethet azért, mert nincs nálunk első segélydoboz, de ha annak hiánya miatt nem tudunk egy esetleges balesetben sérültet ellátni, akkor felelősséggel tartozunk segítségnyújtás elmulasztásáért.
2012. október végétől országjárásra indultak a kormány tagjai, az Európa Parlament képviselői, szakpolitikusok. Pest megye 6-os számú választókerületében 4 alkalommal került sor szakpolitikusok és a helyi fidesztakok, szimpatizánsok közötti beszélgetésre. Gödöllőre Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke látogatott el. A rendezvény előtt a sajtó képviselői tehették fel kérdéseiket. Én először járok a választókerületben most ebben az országjárásban, ellenben már nem tudom, hogy hányadik hasonló fórumon vagyunk túl, vagy vagyok túl, aminek ennek az egész országjárásnak a legfontosabb mondandója, a feladata az az, hogy azoknak az embereknek a körében, akik a Fidesz támogatják mind a mai napig aktivistaként, tagként, polgári köri tagként, vagy a békemenet részeseként, azokkal meg tudjuk vitatni azt az elmúlt 2,5 esztendőt, ami mögöttünk van, annak érdekében, hogy tisztán lássuk, hogy hol állunk a saját céljainkhoz képest, és ehhez képest a következő másfél évben mit kell tennünk közösen együtt. Tehát ennek az exkluzivitás, hogy így mondjam, ennek nem abból származik, hogy ki akarunk másokat rekeszteni. Természetesen nyilvánvalóan, hogy minden választóval valamilyen módon majd fogunk is erről, még azon a konzultációs mechanizmuson kívül is, amit a kormány szokott alkalmazni, eszmét cserélni. Csak talán ebben a bizalmi körben, ebben őszintében nyilvánulunk meg egymással szemben, mint hogyha ez egy nyílt fórum lenne. Eddig is nagyon sok érdekes felvetést hallhattunk én személy szerint a különböző helyeken. Ami az összesített tapasztalatom az, hogy az ország valós helyzetéhez, a nehézségeihez képest, ami nyilvánvalóan az emberek mindennapjaira is rányomja a bélyegét, ahhoz képest talán nem jó kifejezés, hogyha azt mondom, hogy pozitív meglepetésként ért az, hogy a hangulat az jobb, mint amit vártam, hanem inkább úgy mondom, hogy köszönettel tartozunk mindannyian, képviselők, meg kormánytagok, tisztségviselők, azért a türelemért, meg megértésért, amivel az emberek fogadják mindazt, amit naponta el kell viselniük, annak a munkának a következményeként is részben, amit az ország átalakítása jelent, vagy jelentett az elmúlt 2,5 évben. Tehát a hangulat az egyrészt jó, bizakodó, az emberek tárgyilagosan képesek a nehézségek közepette is értékelni a helyzetüket, másrésztről pedig nyilvánvalóan azért egy reális képet festenek arról nekünk, hogy mi ma a valós helyzet az ország különböző vidékein. És persze van, ahol rosszabb, mert magasabb a munkanélküliség, reménytelennek tetszik a jövő, mert még kilátás sincs arra, hogy mondjuk ott valamilyen befektető jelentősebb számú munkahelyet teremtsen. Mondjuk az ország keleti, meg déli végein azért jártam ilyen helyen, és van, ahol ehhez képest egy kicsivel talán jobb, de ahol egyébként rosszabb, ott se ejtették az emberek a fejüket a térdei közé, tehát legalábbis a mi segítőink, aktivistáink, támogatóink, azok látják az értelmét mindennek, amit csináltunk, és várják, hogy ennek valamilyen eredménye is mutatkozik. A sajtótájékoztatón felmerült az adósságállomány átvétele a kormány részéről, valamint az is, hogy mi történik azokkal a településekkel, akiknek nem volt adósságuk. Kérdését illetően, hogy az adósság átvállalásról mindig megkérdeznek, tudni kell, hogy az önkormányzatiság 22 éves történetében ilyen még nem volt. Tehát ezt a óriási gesztust, amit a kormány az önkormányzati rendszer felé tesz, ezt nem lehet túlértékelni. Ennek megfelelően, ahová csak megyek, a polgármesterek, képviselőtestületeknek kihívottak, nagy örömmel fogadják. Természetesen a részletek még hátra vannak, de az 5000 alatti települések, azok már azt mondhatom, hogy a önkormányzati karácsonyukra készülnek, és a jövő évi költségvetésüknek örülnek, mert a kis települések esetében általában ez együtt jár a költségvetéseknek a jövő évi teljes kitisztázásával, és tiszta lappal tudnak kezdeni jövőre. 5000 lélekszám alatti települések azok, akik az első körben minden különösebb egyeztetés nélkül kapnak egy segítséget. Utána az 5000 fő fölötti települések tekintetében már egy komolyabb vizsgálódás és egyeztetés szükséges, hiszen nem minden település van hasonló anyagi helyzetben, tehát ahol nagyobb az erő, gazdasági erő, az önerő, ott talán kevésbé indokolt segíteni, mint ott, ahol
egyébként önerejükből nem tudnának kikeveredni a helyzetből. És akkor a harmadik lépcső az, hogy akik egyébként bizonyos szempontból tiszteletre méltó módon korrektül gazdálkodtak, és nem hagyták magukat csapdába vagy lépre csalni semmilyen vonzó jövőkép jegyében, és nem adósították el magukat még beruházások megvalósítása érdekében sem, nem hogy a folyó működés finanszírozása érdekében, azok valamiféle jutalmat, hát nevezzük ezt nyugodtan annak, politikai értelemben jutalmat kapjanak, hogy relatíve ne kerüljenek méltánytalanabb helyzetbe, mint azok, akik egyébként adott esetben felelőtlenül gazdálkodva jutottak el oda, hogy ki kell most segíteni őket a bajból. De ez nyilvánvalóan időben nem csak azért követi a másik kettőt, mert logikusan így következnek egymás után a teendők, hanem azért is, mert ehhez számba kell venni azt is, hogy milyen források teremthetők erre a harmadik kategóriára, ezt pedig szerintem nagyjából a jövő év közepén lehet látni. Aktualitását tekintve fontos kérdés is felmerült a sajtó részéről, miszerint a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban mi az, amit a hallgatók kifogásolnak. Hát ugye most olyan konfliktusról beszélünk, ami hirtelen látszólag a semmiből tört elő egy kormánybejelentés kapcsán, tehát ebben a parlamenti képviselőknek, mint törvényhozóknak annyi a szerepük, hogy miután a törvényhozás a végrehajtó hatalom a kormány ellenőrzésére is rendelt, nem csak a törvénygyártásra, ezért majd nyilvánvalóan Balogh miniszter urat, Huffman Rózsa államtitkárasszonyt megkérdezzük, hogy pontosan akkor ők mit gondolnak erről a helyzetről. Itt az elmúlt 2,5 év átalakító munkálatai során rengeteg olyan részérdeket sértettünk, ha szabad így fogalmaznom, amely részérdek egyébként a megítélésünk szerint abban az értelemben, ha legitim is, hogy teljesen törvényes talajon jött létre az a helyzet, aminek a megváltoztatására rákényszerülünk, de jövőre nézve tartatatlan ennek a fönntartása. A felsőoktatás és ebben a formájában, ahogy az elmúlt 20 évben kialakult, nem tartható tovább. Számos probléma van ezzel. Értéktelen diplomák tömkelegét gyárta a felsőoktatási rendszer. A felsőoktatásra felvételt nyertek egy igen jelentős százaléka, több mint 40%-a el sem végzi azt az intézményt, amelyikbe jelentkezett. Valóban igazságtalan a kevés támogatás elosztása, vagy pontosabban meg lehet kérdőjelezni ennek az igazságosságát, meg társadalmi használat célját. Másodszorban pedig, vagy nem is tudom, másodszorban pedig az is egy kérdés, hogy igazándiból mi a felsőoktatásnak a funkciója, és én talán némely kormányzati megnyilatkozáshoz képest is középutasnak számítom magam, tehát én nem csak azt fogadom el egyik oldalról, hogy ez egy egyéni vagy családi befektetés a jövőbe, tehát aki felsőoktatásra bejelentkezik, ott akar tanulni, az olyan jobb esetben is a statisztikai számok alapján általában véve ez igaz, olyan diplomát, szakmát kap, amivel könnyebben tud elhelyezkedni, mint akinek nincs diplomája, és magasabb életszínvonalat tud elérni a jövedelmén keresztül, mint akinek nincsen diplomája. De a másik oldalról én azt is mondom, azt is állítom emellé, hogy ez egy társadalmi befektetés is, tehát a közösségnek, ha úgy tetszik a nemzetnek, meg kell finanszíroznia azt az elitet, azt az értelmiséget, amelyiktől elvárja, hogy a jövőben az ország vezető rétege legyen, nem csak az állami pozíciókban, hanem a gazdaságban, vagy éppenséggel mondjuk az orvosokról legyen szó egy helyi közösségben. Tehát itt valamiféle egyensúlyt kell a megítélésem szerint teremteni. A hallgatók kérdezte ön, hogy tudjuk-e, hogy mivel elégedetlenek. Nem pontos még ebben a pillanatban, hogy miután rájuk nem vonatkozik a keretszám csökkentés, amit bejelentett a kormány, hanem az utána következőkre vonatkozik, akkor ők most tulajdonképpen ennek kapcsán mivel is elégedetlenek. Az kiderült a kommunikációból, hogy az ő általuk rökközkötésnek nevezett hallgatói szerződéseket ellenzik. Én pedig azt mondom, hogy ebben nem szabad a kormánynak engednie, mert aki a köz pénzéből, tehát mások adóiból elvett ráfordítások eredményeképpen túl tandíjmentesen egy ilyen típusú előnyhöz jutni saját élete szempontjából, annak tartozása is van a közösség felé, tehát igenis erkölcsi értelemben is, mindenféle szempontból egy legitim dolog megkövetelni tőle, hogy ameddig azt le nem dolgozza, képletesen szólva, addig
maradjon Magyarországon. Aki ezt nem akarja vállalni, az pedig finanszírozza meg a saját egyéni befektetését, hogyha ezt nem tekinti a közösség javához való hozzájárulásnak. Tehát mindent egybevetve én azt gondolom, hogy érdemes, illetve nem csak érdemes, hanem talán kötelességünk is, hogy a kormánynak, hogy leüljön a tiltakozókkal, aztán kitisztázza, hogy akkor most mi is pontosan a vita kérdés, és minden indulattól mentesen, higgadtan, racionálisan a magyar felsőoktatás mai problémáit számba kell venni, és erre megoldást kell találni a kormánynak, a kormány felelőssége elsősorban, és ha lehetséges, akkor az észszerű érvelés eredményeképpen ehhez támogatást, hozzájárulást kell kérni a hallgatói meg az oktatói kartól. Ez a maximális célkitűzés szerintem a kormány szempontjából, de minimum, hogy az indulatokat hűtse és a racionális szintre szorítsa vissza a vitát. Egyetemi város vagyunk, a Szent István Egyetem hallgatói önkormányzata engem is megkeresett. Én a holnapi napon egy levelet fogok postázni az önkormányzat elnökének, amelyben egyrészt elfogadom a felkérését, másrészt pedig javaslatot fogok tenni egy egyeztetésre. Meg fog indulni helyben is az a párbeszéd, ami egyébként a kormány és a hők között országos szinten már folyik. A tájékoztatón szóba kerültek a parlamenti szélsőséges megnyilvánulások, a felvetésre a házelnök adott választ. Mindenek előtt azért idézzük fel a múltat, mert 20 év alatt a Jobbik feltűnéseig nem volt Magyarországon komolyan vendő, szélső jobboldalinak bélyegezhető politikai erő, és pláne nem volt a parlamentben. Ez még akkor is igaz, hogyha egy MIÉP nevű párt már volt Magyarország gyűlésben, de az mondjuk minőségében más volt jelentős mértékben, mint a Jobbik. Tehát azt ne nagyon azonosítsuk a most éppen a viták középpontjába került jobboldali alakulattal. Az a fajta antiszemita, náci veszély, amiről 20 éve óbégatnak a baloldali politikusok, szocialisták vagy SZDSZ-esek, amikor még voltak a parlamentben, az hosszú időn keresztül egy olyan fikció volt, amit ők keltettek annak érdekében, hogy az antiszemitizmus meg a neonáci veszélyt az politikai bunkóként használják a politikai ellenfeleinkkel szemben. Ha úgy tetszik, akkor falra festették az ördögöt, ami nem utolsó sorban az ő elhibázott katasztrofális társadalompolitikájuknak és a nemzetet önérzetében megalázó politikájuknak 2010-ben lelépett a falról és valósággá vált. Tehát ha már a MIÉP-et szóba hoztam, és mondom, nem akarom méltánytalanul egy platformra helyezni őket a Jobbikkal, de talán az sem véletlenül, hogy éppen Horn Gyuláék és Kunce Gáborék kormányzása után jutott be a MIÉP a parlamentben, mint hogy az sem véletlen, hogy éppen Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon kormányzásának eredményeképpen jutott be a Jobbik, méghozzá nem is kis támogatottsággal a Magyarországgyűlésbe. Most innentől kezdve pedig azt gondolom, hogy miután ők ugyanolyan magyar állampolgárok szavazatával jutottak be, szereztek mandátumot, mint amilyen joggal rendelkező emberek Gyurcsány Ferencet mandátumhoz juttatták meg, Veres Jánost, ezért az, hogy karanténbe kéne zárni őket, vagy ki kéne őket esetleg a parlamentből valamilyen módon tiltani, ez mondjuk nem különösebben észszerű felvetés. Arról már nem is beszélve, hogy bár elítélendő és gátlandó, tehát amilyen eszközöket csak lehet a demokratikus kereteket figyelembe véve alkalmazni, azokat kell is alkalmazni. Én is tettem erre vonatkozó javaslatot, meg a fideszes képviselők is tettek a házszabály módosítására vonatkozó javaslatot, de azt tudom mondani, hogy a jobbikosok egyelőre hál' Istennek, mert módjuk sem nagyon volt másra, de még csak a verbális erőszakig jutottak el. Ez nem mondható el az MSZP, meg a demokratikus koalíció soraiban ülő képviselők mindegyikéről, akik már minimum asszisztáltak egy brutális rendőratakhoz, meg emberek nyomorékáveréséhez, meg igazságszolgáltatásnak álcázott vegzálásához. Tehát én summa-summarum azt akarom mondani ezzel, hogy miközben, ahogy Rogán Antal egyébként még mindent figyelembe véve, amit én elmondtam, kifejezte a véleményünket, az álláspontunkat azzal, hogy hajlandó volt Bajnai Gordonnal és Mesterházi Attilával egy platformra kerülni ebben az ügyben. Emellé azért tegyük oda, hogy nem kapta meg cserébe azt a méltánylást, hogy ez eset után is a szocialisták ne akarnának mindenáron összemosni bennünket a jobbikosokkal. Minimum abban a formában, vagy arra hivatkozva, hogy úgymond mi nem teszünk eleget annak érdekében, hogy megálltoljuk az ilyen típusú megnyilvánulásokat.
tisztelettel a demokrácia keretei között igyekszünk mindent megtenni, de a demokráciában azt is tudomásul kell venni, hogy valakik egyébként erkölcsi értelemben elfogadhatatlan nézeteket hangoztatnak. Ez is hozzátartozik a demokráciához. Utolsó megjegyzésem, hogy ez egy egyébként a demokrácia lényegét érintő dilemma, és talán nem véletlen, hogy ebben a valódi liberális alapelvekből kiinduló nézetek, nem feltétlenül kell politikai pártnak lenni, a Társaság a Szabadság Jogokért című civil jogvédő szerzet, az például tiltakozik az ellen, hogy a házszabályban vagy bármely más szabályban a Jobbik által hangoztatott antiszemita nézetekre hivatkozással korlátozzuk a vélemény szabadságot. Ők azt állítják, hogy ez tilos, mert az önmagában a demokrácia sérelme, hanem úgymond más eszközökkel kellene föllépni az ilyen típusú elfogadhatatlan nézetek hangoztatóival szemben, erkölcsi politikai eszközökkel. Én ezt is elfogadom, hogy ebben egy platformra kerüljünk olyanokkal, akikkel egyébként semmi másban nem értünk egyet, akikre az előbb utaltam, de cserébe viszont elvárom tőlük, vagy elvárnám tőlük, hogy ne erősítsék az antiszemiták pozícióit azzal, hogy ha kell, ha nem, nyilvánvalóan önös politikai rövid távú érdekek okán állandóan előrángatják az antiszemitizmus fegyverét, bunkóját azokkal szemben is, akik erre nem szolgáltak rá. December elején nyílt az a kiállítás Erdőkertesen, ahol festmények, fafaragások mellett a már élettelen fa gyökereiből készült alkotásokat is megtekinthet az érdeklődő közönség. Minden hónapban nyitottunk pár évvel ezelőtt még kiállítást, és az elmúlt másfél évben egy kicsit megnyújtottuk, ilyen másfél havonta vannak új munkák. És karácsony előtt általában igyekszünk az ünnepkörhöz közelálló témát választani. Most ennek a témakörnek volt a Szakály Gizike munkái, a gyökér szobrász alkotásai az egyik kiállító, a másik Demesi Attila, aki itt él most már közel egy évtizede Erdőkertesen, és nagyon sok mindenben részt vesz a községben és a faluház tevékenységében, és Hegedűs Sándornak, aki agancs és csontfaragó, az ő munkáikat kértük fel. Ők nem tanulták ezt a mesterséget, ők autodidakta módon sajátították el, és hát majd meglátják, hogy milyen, én azt gondolom, hogy szinte professzionális szinten művelik ezt a munkát. Az ő hármuk munkáit állítottuk ki, és nyitottuk meg szombaton, és hozzá egy Somogy megyei ékszerkészítő, gyöngyékszerkészítőt hívtunk még meg ebbe a kiállításba. Nádasiné Szakály Gizi egy isteni csodának tartja, hogy ő ilyen alkotásokat tud létrehozni, és ezáltal nem csak másoknak, de saját magának is örömet okoz. Ön milyen műveket, alkotásokat hozott ide? Fafaragás elsősorban, szeretem a gyökereket megkeresni az erdőbe, kimegyek érte, nem fárasztó nekem, és úgy érzem, ha egy érdekes gyökér a kezembe kerül, hogy ez egy csoda történt velem, és akkor azt én otthon nagyon alaposan bemegyek a mélyére, és kiadja nekem a természet, főleg a kezeket. Nem tudom eldönteni, vagy nem tudom, hogy mi az oka, talán már a negyedik kezet faragom. És ezt úgy gondolom, hogy azért van, mert annyira szeretem a természetet, hogy ezzel hálálja meg nekem. És honnan jött ez az ötlet, hogy így a fáknak a gyökereivel foglalkozzon? Hogy egyszer csak így sétált az erdőben, és akkor meglátta, és megihlette, hogy ezt szeretné ön megmunkálni, és egy újabb, tehát a természet alkotásán túl egy újabb alkotást kihozni belőle? Vagy milyen módon jött? Ahogy nyugdíjba készültem, 11 évvel ezelőtt, eljártam egy népművészeti táborba, és ott mindent megtanultam, az alapjait, a technikai
fogásokat, például egy picike fejem mutatták meg, hogy a vésőt innen és innen. És akkor azt évekig finomítottam, és mire nyugdíjba kerültem, kombináltam a kosárkötést, a fafaragást, a korongozást, megtanultam szövést, mindezek érdekeltek engem már régen. De az egészségügyben dolgoztam le 40 évet, azt szépen letudtam, és akkor onnantól úgy éreztem, hogy onnan kezdődik az életem. Mert egész életemben ezt szerettem volna csinálni, de egyszer csak megadja a sors, hogy hosszú életet ad nekem, és mindezeket még nem késő, ezt üzenem a hasonló korúaknak is, hogy soha nem késő rájönni arra, hogy mit szeretne az ember a legjobban csinálni. És én nálam ez domborodott ki, és egyre jobban finomítom, örömmel csinálom, ez gondolom visszatükröződik, és ez nekem is örömet okoz. Jártam úgy, hogy az egyik ismerősömnél volt egy nagy halomfa, és akkor látom, hogy milyen gyönyörű, majd megmutatjuk azt a faragványt. Szilvafát kiszedett, a nagy hatalmas szilvafása volt, kiszedte a gyökereket, és kérdeztem, hogy mi a sorsa. És azt mondta, hogy ez megy a tűzre. És akkor mondtam, jaj, a szívem, ezt nem lehet elégetni. És ide adta, adott belőle kettőt, én kiválasztottam, és az egyiket visszaküldtem neki, bocsánat. Visszaküldtem, és azóta nem égeti el ezeket a gyönyörű tekervényes gyökereket, hanem gyűjti nekem, és már kaptam belőle egy kocsival, egy kocsi hátulját megraktak, és most sok-sok van ilyen nekem, és a szilvafa, hát az gyönyörű, gyönyörű. Semmihez se hasonlítható. Akkor most van megmunkálandó anyag bőven. Látjuk itt a háttérben, hogy nem csak a fafaragással foglalkozik, hanem hát festészettel is. Ez honnan jött? Még Szabolcsban laktam, onnan kerültem én fel, és ott volt egy festő ismerősöm, munkatársam, és látta a korongon, mit készítek, kis szobrokat, mit készítek agyagból, a fafaragványomat, és azt mondta, hogy aki ilyeneket tud, az képes arra is, hogy fessen. És próbálkozzak, mindent lediktált, mit kell, mi olcsóbb, avval kenjem, avval alapozzam, mire vászon, faroslemez, és akkor hozzáfogtam. És az első műveimre már ráismertek a családtagom, hogy amiről lemásoltam, hasonlít rá. És akkor ők bíztattak, és a saját magam és a gyerekeim lakásának díszítésére olajfestményeket is készítek, és azt is nagy örömmel úgy belemélyedek, hogy se nem látok, se nem hallok, kint mehet a vihar, nem tudom, hogy kint vihar van. És annyira bele tudok mélyedni, de ha a fát faragom, az is ugyanúgy. Valahogy ez mind a kettő éltet engem, és előre visz. A szépségre törekszem. A szép női fejeket, aktokat is szeretek rajzolni. Az is hozzátartozik az életünkhöz. És a szemek, amit visszajeleznek nekem, hogy a szemek azok, amik nagyon jó, tudom, nagyon jó sikerülnek a szemeket festeni. Van neked valamilyen távolabbi vagy közelebbi tervei ezekkel a munkákkal kapcsolatosan? Igen. 7 unokám van, és egyre jobban érzem, hogy azért születtem le a földre, hogy velük és mindazokkal, akiket érdekel, megszerettessem a természetet, hogy ők is szeressék ugyanúgy, mint én, mert a szülőknek már nincs erre idejük. A telefon állandóan a fülükön, és még alig lehet velük beszélgetni, tehát az unokák lesznek azok, akiket én majd a szárnyaim alá veszek, és irány az erdő, a természet, a gyógynövények, nem csak a fa, minden más érdekel az élelmiszertől kezdve, a ruházatig, a bőr, milyen ruhát visel, tehát minden érdekel,
ami természetes. És járok, Veresegyház is hív, most például délután megyek egy óvodának, mutatok kézműves dolgokat, hogy ne vegyék meg drágán, mikor a bodzafából annyi mindent lehet csinálni, a közepe lyukas, legalább, hát nem tudom, nincs is száma, tehát rengeteg mindent lehet a bodzafa, például egy egyszerű, amit a fasorba kivágnak meg, és abból gyönyörűségeket lehet csinálni bodzafából, de közben minden, ami ott elévülne, azt én szépen megmentem, és megcsináljuk a második életét a fának. És akkor ön, mint ilyen alkotóművész, mit üzen a nézőknek a természettel kapcsolatos? Igen, van üzenetem. Mindenki keresse meg magába azt, amit, ha nem is adta meg a sors nekik, hogy a munkájuk az legyen, amit egész életükben szerettek volna csinálni, ne adják fel, és keressék meg, még 80 évesen is meg lehet keresni, hogy mit szeretne a legjobban, és csinálja azt, és nem lesz ennyi depressziós ember, ennyi lelkibeteg, csinálja azt, amit a legjobban szeret. Nekem is vannak problémám, voltak mélypontjaim, ezek kihoztak engem. És ezt tudom merészen javasolni, ajánlani, kutassák, menjenek le a mélységig, és keressék meg, hogy mi az a főzés, akkor azt művészi szintre emelni, bármi, amit ők a legjobban szeretnének. Nem muszáj ahhoz kézügyességnek lenni, gyerekeket oda mesélni nekik. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit minden idősebb ember megtalálhat magába, és örömmel csinálja, úgy, hogy ne vegye észre, hogy az munka, hanem ő neki a szórakozás. Ezt üzenem. A kiállítás december 20-áig látogatható az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár emeleti galériájában. Azon kívül, hogy a könyvtárunkat is látogatják, mert hogy mi egy könyvtár és faluház, vagy faluház és könyvtár vagyunk, azon kívül hangversenyek lesznek most az ünnepi várakozás idején. Az elmúlt héten is volt már a zeneiskolának, a Veresegyházi Zeneiskolának, az erdőkertesi tagjainak volt itt csütörtökön egy hangversenye, karácsonyváró hangversenye. Azt megelőzően szerdán volt a Szeretett Karácsony, amit hagyományosan az esélycsalád segítő központtal szoktunk rendezni. Előtte kedden volt délután kézműves foglalkozás gyerekeknek és később felnőtteknek ajándékkészítés, és még megelőző hétfőn pedig szintén a családsegítősöknek egy zárt körű a saját klienseiknek szóló gyermekkarácsony rendezvényük. Most holnap lesz az adventi udvar elnevezésű eseményünk a községben, ez nem lesz, nem a faluházban van bent, hanem a velünk szemben levő parkban, ahol felállítják délelőtt a tavaly elkészült életnagyságú betlehemi jelenetet, és e köré szerveztünk többen, sokan egy ilyen délutáni kis adventi kavalkád-szerű dolgot. Tavaly volt először ez az esemény, akkor adtuk neki az adventi udvar elnevezést, és az iskolások, az óvodások, a szülői munkaközösség tagjai, amit készítettek karácsonyra, kijönnek és kínálják. Aztán van néhány kézműves a környéken, őket meghívtuk, lesz forralt bor, mézes kalács, zsíros kenyér. Tehát egy ilyen délutáni kis ünnepváró esemény az újra fölépített Betlehem körül. Ez lesz vasárnap. Aztán csütörtökön lesz a Neumann János iskolának a karácsonyi ünnepsége, amit most már több éve délelőtt a gyerekeknek két részben, ugye már nem férnek be egyszerre a színháztermünkbe, ami csak 200 fős, két részben adják elő, és a szülőknek este 6 órakor ismét ezt a karácsonyi műsort, azért, hogy ők is megnézhessék a csemetéiket.
A karácsony előtti utolsó nagyszabású eseményünk a községnek az evangélikus templomban rendezett karácsonyi hangverseny, vagy erdőkertesi karácsony, mikor milyen nevet használunk neki. Itt a zeneiskolának a hangszeresei lépnek fel, az iskolának a kis gyermekének kara, és az erdőkertesi, a faluházban működő kertesi kamarakórus fog énekelni. Ezen kívül pedig községünk lakója Kopecki Lajos, akit bizonyára nem kell elmondanom önöknek sem, és a tévénézőknek sem, hogy ki ő. Itt él erdőkertesen, és ő orgonál, és ennek az eseménynek ő a házigazdája, és közben orgonajátékával is örvendezteti a nézőket. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Önök a Porta magazin 66. adását látták. Ötleteiket, javaslataikat várjuk a porta@regioplustv.hu e-mail címre, vagy levelezési címünkre a 2100 Gödöllő Ady Endre sétány 44 szám alá. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Várom önöket jövő héten is. Viszontlátásra!